Michael J. Sullivan, Ráiria krónikák, 6. könyv, Persepliquis, az elveszett város. 12. fejezet, Tolvajok végzete. Royce fülét megütötte valami suttogás. Úgy ítélte, egy órával napfelkelte előtt lehet az idő. Bár nem lehetett biztos benne, meglepte volna, ha nagyot téved. Volt tapasztalata abban, miként számlálja az órákat a föld alatt. A manzanti bebörtönzése idején meglepően pontos módszer dolgozott ki. Akkoriban azért követte nyomon a percek múlását, hogy megőrizze az ép eszét és elterelje a gondolatait a fájdalmasabb dolgokról. Sok éve most először emlékezett vissza szándékosan azokra a napokra. Eddig gondosan elzárta őket, az elméje félre első sarkába tolta és fekete leplet borított rá arra az esetre, ha mégis arra felé pillantana. Azonban most szívesen emlékezett vissza. Az emlékek felszakította fájdalmas sebek ugyanazt a célt szolgálták, mint az idő mérése a manzánban, mint amikor valaki az ujjába harap, vagy ökölbe szorítja a kezét, míg a körmei mély félholdakat válnak a tenyerébe. Elterelték a figyelmét egy sokkal újkeletűbb, sokkal sorvasztóbb tragédiáról. Több mint egy évtized telt el azóta, hogy a fekete gyémánt vezére aljasul elárulta, hogy egy végzetes félreértésből következően megölte Jádét, és ezért a legjobb barátja bezáratta a manzanba, a törpök építette börtönbe és sóványába. Olyan tisztán látta maga előtt a fehér csíkokkal és kagylóköbületekkel tarkított sötét sziklát, mintha ott állna előtte. A falakat fagerendák támasztották, pedig a törpék sohasem használtak fát. Ezt az emberek szerkesztették hozzá a bányához, amikor évekkel később kitágították a barlangokat, és a sótömböket vödrökkel húzták fel a felszínre. A mennyezet magassága alapján könnyen meg lehetett különböztetni az ember alkotta részeket az eredeti törp alagutaktól. A büntetésüket töltők a törpék vájta járatokban dolgoztak, és Royce is gyakran ezekben találta magát. Visszaidézte a sziklancsengő csákány folyamatos kopácsolását, és a föld alatti tavakból sós létforraló tüzek hőjét. Hatalmas kádak bugyborékoltak és sziszegtek, és gőzzel töltötték meg az áporodott levegőt. Ha becsukta a szemét, látta maga előtt a rabok sorát a vödreikkel, meg a gigantikus kerékhez láncolt szerencsétleneket, akik a fújtatót működtették. Látta a végkimerülésig hajtott férfiakat, akik végül beleszédültek a kohó lángjába. Víz akadt bőven, így a munkások ihattak, amennyi beléjük fért, de Ambrose Moore, a bánya börtön vezetője, nem fecsérelte a bevételt élelemre. Ha a raboknak szerencséjük volt, napi egy étkezést kaptak, általában a sovány maradékát annak, amit egy távoli hajóra elszerződött tengerészek már nem voltak hajlandók elfogyasztani. Ambrose ilyen és ehhez hasonló üzletekkel csökkentette a bánya működésének költségeit. Royce álmában sokszor megölte a börtönigazgatót, és másnap egész nap a fejében forgatta a gyilkos gondolatokat. A manzánban eltöltött 2,5 esztendő alatt 537 alkalommal végzett Ambrose-zal, de sohasem alkalmazta kétszer ugyanazt a módszert. Sok ember életet kioltott a manzánban, és néhányat nem csak képzeletben. Persze sohasem gondolt rájuk emberéletként. Áldozatai állatok voltak, szörnyetegek. Bármi emberi is maradt a bekasznizott rabokban, az mind kiveszett belőlük a só, a kín és az elkeseredés közepette. Megverekedtek a rohadt ételért, az alvó helyért, egy korty vízért. Royce megtanulta, hogyan aludjon éberen, és miként tegyen úgy, mint ha aludna, amikor pedig ébren volt. Sohasem látták a napvilágot, sohasem ízlelték meg a friss levegőt, minden nap a végkimerülésig robotoltak, és szórakozásból verték őket, így sokan otthagyták a fogukat, de még többen veszítették el az épeszüket. Royce számára a manzant csak börtöne egy részét, annak legújabb megtestesülését képezte. Valódi börtönfalakat körről körre húzta fel az évek során. A manzantból lehetetlenségnek számított megszökni.
de ezt még mindig könnyebben végrehajtotta, mint hogy kiszabaduljon a saját börtönéből. Nim indította el az úton, és később Arkadiusz és Hadrián vezette a lépteit, de Gwen volt az, aki végleg kitárta a börtöne ajtaját. Feltépte a rácsot, és kintről hívogatta, győzködve, hogy biztonságos odakint. Érezte a levegő frissességét és a napragyogását. Már csak nem kilépett, csak nem kiszabadult. Csak nem. A suttogás a vízmedence környékéről jött. Azt hitte, mindenki alszik. Hosszú utat tettek meg nehéz terepen, senki sem kérte, hogy megálljanak, de Royce látta botladozó társait. A törpén kívül mindenki kimerült. Az a kis patkány látszólag sohasem fáradt el, csak iszkolt előre, és a tolvaj nem egyszer titkolt somolygásra lett figyelmes a bajusz és a szakál maradvány takarásában. Csak nem megölte Magnus a nevető madóban töltött első éjszakán. Kacérkodott a gondolattal. Ez még azelőtt esett, hogy Miron visszatért a vacsoráról, és csevegni vágyott. Most senkinek sem vallotta volna be, de végezetül hasznosnak találta a törpét, és a kis vakarcs meglepően jól viselte magát. Sőt, mi több, a tolvaj ráébredt, hogy már kedvesen volna megtenni. A törp bűne minden egyébbel együtt eltörpült Gwen halála mellett. A szeretet és a gyűlölet egyszerre veszett ki Royce-ból. Sivataggá vált, a kiürült szenvedélyek sivássága kiszikkasztotta. De leginkább elfáradt. Egyetlen feladata maradt, és úgy döntött, elvégzi. Nem a birodalomért, még csak nem is Hadrianért, Gwenért. Némán felkelt, inkább kíváncsiságból, mint aggodalomból. A suttogás egyértelműen a csapattagjaitól jött, nem pedig valami behatolótól. A hercegnő az oldalán feküdt, takaróiba kapajodva. Megint vonaglott és rángatózott, az az átkozottú kísérteties köntös pedig különböző színű fényekkel villogott. Royce el sem tudta képzelni, vajon a ruhától álmodik ilyen vadakat, vagy az álmok késztetik ilyen viselkedésre a ronydarabot. Minden esetre semmi köze sem volt a dologhoz, ezért továbbment. Először azt hitte, Magnus és Gaunt sugdolózik valamit. Gyakran észrevette őket együtt. A két utazó olyankor váltott szót egymással, amikor a többiek túl messze jártak ahhoz, hogy hallják. Közelebb húzódva felfedezte a hang forrását. Elden sutyorgott. Látta az óriást félkönyökére támaszkodva a takarója alatt. Összeesküvő társa a túloldalon tartózkodott, és nem látszott onnan, ahol Royce állt. Wyatt nem messze feküdt, és ő is árgus szemmel figyelt. Mi folyik itt? Kérdezte a tengerészt. Elden kivel beszél? A szerzetessel. Mironnal? Wyatt bólintott. Szokványos, hogy ilyen könnyen szóval legyedik idegenekkel? Wyatt ránézett. Többet mondott ennek a kis szerzetesnek az elmúlt 3 napban, mint nekem az elmúlt 1 évtizedben. A múlt éjszaka is ezt csinálták, és esküszöm, sírni hallottam Eldent. Egyszer végignéztem, ahogy egy hajó orvos izzó piszkavasat nyom a combsebéhez. Egy nyíkanás nem sok, annyi se jött ki a száján. De ez a kis csúhás tegnap úgy megrígatta, hogy másnap reggelre vörös lett a szeme a sírástól. Royce nem felelt. Ami még furább a dologban, hogy közben mosolygott. Egész nap fülig ért a szája. Ez nem van rá. Legjobb lesz, ha alszunk, zárta le a kérdést Royce. 1 órán belül mindenkit ébresztek. A könnyen léptő tolvaj ismét megtorpant. Hadrián hátulról is jól látta, ha elnézett a többiek feje fölött. Barátja ezúttal letérdelt, letette a lámpást a földre, maga mellé, és a földet kapirgálta. Árik közelebb ment, és megállt mellette. A csapat a nap legnagyobb részét a keskeny folyosókban, egy soros vonalban araszolva töltötte, csak úgy, mint tegnap. Odafentről víz csöpögött, és a hajukat, meg a ruhájukat áztatta, miközben a lábuk bokáig gázolt a pocsolyák levében. Mi van már megint? Motyogta megvetően Degán. Most már minden 20. lépésnél megáll. Egyébként pont ez a baj a királyokkal és az egész feudális rendszerrel. Arik csak a születése jogán vezeti ezt a küldetést, pedig a fickó nyilvánvalóan nem alkalmas a feladatra. Egyetlen év alatt 2-szer veszítette el a királyságát, és most még ő parancsol nekünk.
Érdemek és nem leszármazás alapján választott vezetőre van szükségünk. Olyas valakire, aki a legtehetségesebb abban, amit csinál, de helyett itt van nekünk Árik. Ráadásul a király a maga csekély bölcsességével pont Royce-ot jelölte ki, hogy utat mutasson nekünk. Ha én parancsolnék, én biztosan Magnus tenném előre. Jól láthatóan sokkal rátermettebb a feladatra. Folyton kiavítja Royce döntéseit. Kétszer olyan gyorsan haladnánk, mint most. Megfigyeltem, hogy az emberek tisztelettel tekintenek rád. Adrián csak most vette észre, hogy a népvezér hozzáintézi a szavait. Eddig a pillanatig nem is tudta, kihez beszél. Senki sem mondja ki, senki sem hajlunk előtted, vagy ilyesmi, de kétségtelenül felnéznek rád. Jobban, mint Arikra, annyi bizonyos. Nekem elliheted. Ha mellém állnál, talán sikerülne meggyőzni a többieket, hogy engem fogadjanak el a csapat vezetőjének. Magnust biztosan sikerülne rávenni. Miért pont téged? Kérdezett vissza a zsoldos. Mi? Miért pont téged kellene kiválasztani, hogy te vezess minket? Ja, hát, először is, mert Novron utódja vagyok, és hamarosan császár válik belőlem. Másodszor pedig azért, mert sokkal okosabb vagyok, mint ez a fajankó Árik. Azt hittem, érdemek és nem leszármazás alapján működő rendszert szeretnél. Így is van, de mint mondtam, nála sokkal alkalmasabb vagyok a feladatra. Máskülönben mi célból lennék itt, ha nem parancsnoknak? Árik embereket vitt a csatába, és amikor azt mondom, vitt, szó szerint értem. Személyesen rohamozta meg Medford kapuját a nyílzáporban, még mielőtt bárki más odaért volna, a testőreit is beleértve. Pontosan, ez az ember agyalágyult. Nos, talán nem tartozott a legokosabb döntések közé, de a hőstet híven mesélt a bátorságáról, és arról, hogy nem hajlandó a háttérben meghúzódni, miközben másokat halálos veszélybe küld. Ez önmagában elegendő ahhoz, hogy hiteles vezetőnek tartsam. De jól van, értem, mit akarsz mondani. Talán nem ő a legbölcsebb vezető. Ha olyas valakit akarsz, akinek esze is van, és érdemei alapján megérdemli a vezetést, akkor Arista hercegnőre kell, hogy essen a választásod. Degán felkacagott. Láthatólag viccnek vette a megjegyzést. Amikor elkapta Adrián szigorú pillantását, elhallgatott. Csak nem gondolod komolyan. Arista nő, idegesítő, manipulatív, parancsolgató nő. Még csak nem is volna szabad itt lennie. Az ujjaköré csavarta Árikot, és ez mindannyiunk életébe fog kerülni. Tudtad, hogy engem is teljesen egyedül akart kiszabadítani a tömlöcből? Persze, hogy látványos feleséget szenvedett. Elfogta magát, és megölette a testőrét. Ilyen ez a nő. Akik vele tartanak, meghalnak. Valódi veszedelem. És mindennek tetejében még bosz... Degán a tarkójával a sziglafalnak csapódott, ahonnét visszapattant és térdre esett. Hadrián ökle belesajdult az ütésbe, és csak akkor vette észre, hogy megcsapta. A szószátjár fickó könnyező szemmel, arcára tapasztott kézzel pillantott fel. – Ostoba barom, megőrültél! – Mi folyik ott? – kiáltott hátra Arista. – Ez a vadállat, arcon vágott, vérzik az orrom! – Hadrián, arcon vágott? – rökönyödött meg a hercegnő. – Véletlen volt, felelte a zsoldos, és tudta, hogy ostobán hangzik, de nem jutott jobb az eszébe. Nem tudatosan akart behúzni a fickónak, csak úgy megtörtént. – Véletlenül ütötted meg? – Wyatt nem hitt a fülének. Visszafordott egy kuncogást. Azt hiszem, nem értett pontosan a testőrség miben létét. Hadrián, hallatszott Royce hangja. Mi van? Kiabált vissza Amaz. Neheztelt a társára, amiért ő is ki akarja venni a részét a megalázó pillanatból. Gyere ide, nézd meg nekem valamit! Degán még mindig a pocsolyában térdepelt. Bocsáss meg! A közelemben a gyere! Hadrián elment Wyatt, Elden és Miron mellett, akik mind a falnak préselődtek, hogy a nagy testű harcos elférjen. Mindegyikük kíváncsian pillantott rá. Mit csinált az az idióta? Suttogta neki Arista, amikor a nő mellé ért. Semmi komolyat. A hercegnő felvonta a szemöldökét. A semmiért ütötted meg? Hát nem igazán, de az egész olyan bonyolult, még abban sem vagyok biztos, hogy én értem. Legalább csak olyan ösztönös mozdulat volt. Ösztönös mozdulat? Bocsánatot kértem tőle. Jó lenne még ma, szólt oda Royce. Arista félreállt,
és gyanakvón pillantott a zsoldosra. Mit műveltetek ti ott hátul? Tudakolta Árik is, ahogy a harcos közelebb ért. Behúztam egyet Gauntnak. Jól tetted, bólintott a király. Már ideje volt, vélte Mauvin is. Csak azt sajnálom, hogy nem én lehettem az első. Ez szerinted micsoda? Royce térden állva mutatott valamire a földön, a lámpása mellett. Hadrián lehajolt. Bőrszíjat látott felfűzött kőgyöngyökkel, tollakkal és csirkecsontnak kinéző valamikkel. Ez egy Traján bokaperec, szerencse talizmánnak számít a Gázel közé tartozó Angkor törzs tagjai számára. A széle nem elszakadt, folytatta Royce, hanem megcsavarodott. Szerintem csak kioldódott, és leesett a viselője lábáról. Félig elsüllyedt a porban, úgyhogy már jó ideje itt lehet. Ettől függetlenül a szomszédságukban kóborolunk, úgyhogy egy kicsit óvatosabban kell haladnunk. Csendesebben cseberészetek. Hadrián lenézett az ékszerre, aztán elkapta Royce karját, amikor a tolvaj mozdult, hogy tovább induljon. Tessék, zárta el testével a kilátást a többiek elől, miközben a társa tenyerébe csúsztatta az Áverszont. Már egy ideje gondolkodom rajta, hol lehet. Ideje, hogy a macska visszakapja a karmait, csak légy jó fiú, rendben? Nincs, aki beszél. A csapat tovább nyomult, de Hadrián nem tért vissza a menetoszlop végére. Úgy vélte, valószínűbb, hogy szemből találkoznak a Gázellel, no meg persze az sem volt ínyére, hogy visszamenjen Gaunthoz. Az alagút kiszélesedett, míg nem már hárman is elfértek egymás mellett, aztán a járat váratlanul véget ért. Egy kis barlangban álltak, amelynek a túlsó vége keskeny repedéssé szűkült. Az üregben mindössze egy méretes kőrakást találtak. Gaunt undorodva rázta a fejét. Mondtam én, hogy alkalmatlan, mutatott Árikra. Olyan biztosra vette, hogy ez a jó irány, most meg napokkal később egy zsákutcával nézünk farkas szemet. Azt mondod, hogy én vagyok alkalmatlan? Kérdezte fenyegetően a király, aztán Hadriánra pillantott. Nem csoda, hogy megütötted, ezúton is köszönöm. Na és most mi lesz velünk? Siránkozott Gaunt. Hány napi élelmünk maradt egyáltalán? Mennyi időt vesztegettünk el? Itt vagyunk lent már, vagy mióta is? 3 napja? És Akesztából is 2 nap az út, az összesen 5. Tegyetek még hozzá 5-öt a visszaútra, és most, ha most azonnal indulnánk is, 10 napig voltunk távol. Szerintetek mennyi időnk marad, mielőtt az elfek elérik a fővárost? 2 hét? Annak nagy részét azzal fogjuk tölteni, hogy visszakullogunk arrafelé, amerről jöttünk. Nem hallottam, hogy te valami más megoldást javasoltál volna, szólt közbe Arista. Árik a legjobb tudása szerint döntött, és szerintem itt egyikünk sem tudott volna jobban választani. Milyen meglepő, a nővére védelmezi! Mauvin tett egy lépést Gaunt felé, és közben kivonta pengéjét. A kard tükrös felülete visszaverte a lámpások fényét, és megvillant, amikor az ifjú Pickering a locsogó piperkőz torkához emelte a hegyét. Egyszer már figyelmeztettelek, nem erészelj tiszteletlenül beszélni a királyomról az én jelenlétemben. Mauvin, állj! Parancsolta Arista. Nem fogom megölni, nyugtatta meg a gróf. Csak felvésem a monogramomat a képére. Árik, mondd neki, hogy hagyja abba. Nem biztos, hogy szeretném. Látjátok, pontosan erről az elnyomásról beszéltem, kiáltotta Gaunt. Ez az öröklött hatalom rákfenéje. Valaki hallgattassa el, csattant fel Royce is. Mauvin, kezdte Hadrián. Mi van? Nézett rá a lovag értetlenül. Nem te ütötted meg? De én, csak hát az akkor volt. Erezd le a kardod, Mauvin, kérte a király engedékenyebben. A becsületem várhat addig, amíg meg nem találjuk a kiutat. Pickering eltette a fegyverét, és Gaunt erősen zihálva ellökte magát a faltól. A fenyegetés nem változtat a helyzeten. Zsákutcába kerülünk, és... Ez nem zsákutca, jelentette ki Magnus. 2-szer toppantott, aztán letérdelt, és a földhöz nyomta a fülét. Végül felkelt, és nekilátott félredobálni a halomba rakott köveket. Deszkák kerültek elő alóluk, majd végül egy lyuk. Ezt kész akarva rejtették el, döbbent rá Wyatt. Ez még mindig nem jelenti azt, hogy a jó alagútba járunk, akadékoskodott de Gangaunt. Nem emlékszem, hogy a szerzetes valami lyukról beszélt volna. Nem tudhatjuk, hogy erre kell menni. Erre kell, felelte Miron. Gaunt a kistermetű márki felé fordult. Szóval elhallgattál előlünk valamit,
Vagy csak a mulyaságodban elfelejtettél tájékoztatni minket a napló egyes részeiről? Nem erről van szó, válaszolta Miron békésen. A naplóban semmi sincsen erről a helyről. Akkor még annál is istenfélőbb lesz, mint gondoltam, mert bizonyosan Maribor szól hozzád, és suttog olyanokat, amiket velünk nem oszt meg. Talán így van. Minden esetre csak annyit tudok, hogy az ott Edmund Hall készjegye. A sziklapadróra mutatott. Látjátok? Belevéste a kőbe. Először Royce ért oda, és a lámpását a padlóhoz közel tartva megvilágította a kőbe karcolt írást. E-H. E-H, betűzte Gaunt. Honnan tudhatjuk, hogy ez Edmund Holt jelöli? Azt hiszed, sok ember jár erre felé ilyen kezdőbetűjű névvel? Korholta Royce. A naplóban is pontosan így írta a kézjegyét, magyarázta Miron. Na és ezek, Miron, tudakolta a tolvaj, amikor néhány követ odéblökve további betűk kerültek elő. Ezek új keletűbbnek tűntek az EH-nál. Miron egy pillanatra megnézte őket, aztán kijelentette. Ezekről fogalmam sincsen. Hadrián is közelebb jött és lefújta a port, majd visszament Árikhoz és Arisztához. Nem említett a pátriárka valami egyéb csapatokat is? De igen, bólintott Árik, talán hármat is. A császárnő szerint egyik sem ért célba, tette hozzá a nővére. Hadrián a társára pillantott. Azt hiszem, mi ismerjük a harmadik csapatot, de ők nem jártak erre felé. Ennek ellenére úgy hiszem, ezek a kezdőbetűk az első vagy a második csapat tagjait jelölhetik. Ismét Royce felé tekintett. Ha személyesen kellene kiválasztanod, kinek kell jönni ide, milyen vezetőre esne a döntésed? Talán Brectonra, vagy esetleg a Delgoszi Gravindentre. Nos, azt tudjuk, hogy Brecton nem lehetett, és nézd az első betűket, G-T. Na most, mikor látta bárki is utoljára Gravint? Idén nem vett részt a télvízi játékokon. A múlt évben sem, csatlakozott Árik. Dahlgrenben ott volt, emlékezett vissza Mauvin. Tényleg, erősítette meg Arista. Fanel mutatta meg nekem, ki az, és elmesélte, micsoda nagy kutató, és hogy főként a Nefronita egyház megbízásait teljesíti. Minek is hívta? Egy amolyan... Kalandornak? Vetette fel Mauvin. Ez az, pontosan annak. Lássuk csak, vette át a szót Hadrián. Kellett nekik egy tudós is, egy történész. Dent éppen Dahlgrenben tartózkodott. Nem lehetett ott valaki más is? Az a fura fickó a hajítógépével. Hogy is hívták? Tobis Rentoul, vetette oda Pickering, hamisítatlan dilinyós. Igen, de mint a olyasmit említett volna, hogy a birodalom történetéről végzett kutatásai alapján Nobron hitveséről nevezte el a katapultját. Tényleg, valami olyasmiről hadovált, hogy meg kell tanulnia egy nyelvet, vagy mi, mindenkinek ezzel dicsekedett. Így van, bólogatott Hadrián, nézd a második kézjegyet, T.R. Tobis Rentoul, olvasta ki Mauvin. Nagyon úgy néznek ki a betűk, mint ha ő írta volna. És a többiek? Érdeklődött Árik. Hadrián vállat vont. Csak az első kettőről van fogalmam, el sem tudom képzelni, kik lehetnek a többiek. Én viszont igen, szólt közben Magnus. Nos, az egyiküket legalábbis a HM, a Hector Mattot akarja. Az kicsoda? Kérdezte a zsoldos. Aztán körbenézett, de mindenki csak a vállát rángatta. Persze, hogy nem ismeritek, hisz kőműves, több kőműves, ráadásul kiváló szakember. Bárhol felismerném a készjegyét. A Mátok régi családnak számítanak. Egyik ősük még Drumindor tervén is dolgozott. Nagy múltú nemzetség az. Minek vésték a nevüket a kőbe? Töprengett hangosan Bayett. Talán, hogy a követőik tudják, meddig jutottak, felelte Magnus. De miért nem azt az átkozott hármas elágazást jelölték meg? Dőngött Mauvin. Talán meg akarták, vélte Arista. Talán hozzánk hasonlóan nem voltak benne biztosak, hogy jó utat választottak, de kifelé menet be akarták vésni, csak hát sohasem kerültek elő. Lehet, hogy nekünk is be kellene vésni a kezdőbetűinket, javasolta a fiatal Pickering gróf, hogy mások tudják, itt jártunk. Nem, utasította el Arista. Ha nem jövünk ki innen, már soha senki sem követhet minket. Mindenki félve pillantott a lyukra. Akárhogy is, kezdte Royce, ez jó bejáratnak tűnik. Kinél van a kötél?
összekötöttek három végkötelet, aztán Hadrián biztosításával Royce leereszkedett. A kötél kétharmada elfogyott, mire a zsoldos megérezte a rántást, és többé már nem húzta a tolvaj súlya. Várakozott. Mind várakoztak. Néhányan leültek valami lapos kőre, amit találtak, és csak Elden maradt állva. Kényelmetlen érzések tükröződtek a lyukra szegezett szemében. Arista érvelése ellenére Magnus szorgosan a kőbe véste mindegyikük készjegyét. Nem akarsz leszólni neki? Javasolta Arista. Már jó ideje lement. Legyünk türelmesek. Royce majd felkiált, vagy megrántja a kötelet, ha azt akarja, hogy kövessük. Mi van, ha lezuhant? Kezdte félve Mauvin. Nem, nem zuhant le. Máskülönben valószínűbb, hogy a Gázel őrjárattal találkozott, és arra vár, hogy eltűnjenek. Ha idegességünkben nekiállunk ordítani neki, megölethetjük, vagy felmérgesítjük, mindkettő ugyanolyan rossz lenne. Mauvin és a király komoran biccentettek. Hadrián komoly tanulópénzt fizetett az első kalandjuk alkalmával Ervanonban. Nem volt egyszerű megbízni Royce-ban, egyedül a sötétben, amikor a világ végtelen csendességében az ember még a saját lélegzetvételét is hallotta. A tagba szakadt harcos visszaemlékezett, hogy korbácsolta őket a viharos szél, miközben a koronatorony teteje felé másztak. Azóta sem járt nehezebb terepen. Biztosan megmászott vagy 100 tornyot Royce oldalán, de Drumindoltól eltekintve a koronatorony volt a legmagasabb és a legelső. Csodálta a kis testű tolvajt, aki légy módjára kúszott felfelé a falon, a mászókarmaitól eltekintve bármi nemű felszerelés nélkül. Hadriannak is adott egy pár karommal felszerelt kesztyűt, aztán gúnyosan vigyorogva nézte a férfi szánalmas próbálkozását. Reménytelen, csak ennyit felelt, miközben visszavette az eszközt. Legalább kötelet mászni tudsz? Hadrián éppen az előtt tért vissza a káléi arénákból, ahol Mandalin Tigrise néven ismerték, és mennydörgő tömegek tisztelték és éjjenezték. El sem lehet mondani, mennyire bosszantotta, hogy a fura kis pálcika ember holmi falu bolondjának nézi. Olyannyira feldődött Royce önelégült hangján, hogy laposra verte volna, ha Arkádiusz nem inti türelemre. Olyan, mint a híres vadászkutya kölyke, okította az öreg varázsló, akit eddig minden gazdája elagyabugyált. Valódi ékszer, megéri a törődést, de rendesen próbára fog tenni, mégpedig igen sokszor. Royce nem barátkozik túl könnyen, és a másik fél barátkozási szándékát sem könnyíti meg. Nem szabad feldődnöd, mert éppen erre vár. Ezt lesi. Megpróbál elriasztani, de te majd túljársz az eszén. Hallgass meg, bízz benne. Erre nem számít. Nem lesz könnyű, és sokat kell tűrnöd, de ha így teszel, egy életre szóló barátot szerzel, olyat, aki fegyvertelenül sétál be egy sárkány szájába, ha arra kéred. Hadrián érezte, hogy a barátja odalent megrántja a kötelet. Minden rendben, pajtás, kiáltott le óvatosan. Megtaláltam, jött a felelet. Gyere le! Az üreg bánya tárnához hasonlóan szűknek és mélynek bizonyult. Hadrián alig ereszkedett egy keveset benne, a szeme valami halovány fényt érzékelt odalentről. A kékes-zöld derengés, mint a beszivárgott volna az akna aljába, ami becslései szerint nem lehetett mélyebben 30 méternél. Amikor leért, erős szellőt érzett, és valami hangot hallott. Oda nem illő hangot, hullámtörés moraját. Egy óriás barlangban találta magát, olyan hatalmasban, hogy nem látta a túlsó falat. Kagylók hevertek a lábánál, a fekete homokban, és roppant víztömeg terült el az orra előtt, fehéren habzó hullámokkal. A parton tengeri hínár és algacsomói világítottak élénkzölden, és az egész föld alatti óceán smaragdszínben ragyogott, amit visszavert a mennyezet. Mint a nem is barlangban járt volna. Úgy érezte, egy tengerparton áll a felhős, emberkissé zöldes éjszakai ég alatt. Orra megtelt átható só, hal és hínás szaggal. Jobb keze felül végtelen vizet látott, amerre csak nézett. Azonban szemben, éppen a látóhatáron építményeket vélt kivenni a homályban. Házak, oszlopok, tornyok és falak körvonalait. A tenger túlsó partján feküdt Persepolis vízvárosa.
Royce is a parton állt, és a túlpartot nézte. A válla fölött hátra pillantott leérkező barátjára. Hihet nem lát az ember minden nap, ugye? Hűha! Hadrián csak ennyit felelt. Nem sokára már az egész csapat ott állt a fekete fövenyen, és a tengert meg a mögötte elterülő város bámulták. Miron szólni sem tudott a döbbenettől. Hadrián rájött, hogy a szerzetes még sohasem látott óceánt, hát még olyat, amely élénk zölden világított volna. Edmund Hall említett egy föld alatti tengert, nyögte ki végül az apró ember, de Hall úr nem jeleskedik a leírásokban. Ez tényleg lenyűgöző. Sohasem gondoltam, hogy túl nagyra nőttem volna, de itt állva úgy érzem, mint ha olyan apró lettem volna, akár egy kavics. Valaki nem hagyott el egy óceánt? Kérdezte Maumin játékosan, mert azt hiszem, éppen most találtunk egyet. Gyönyörű, álmodozott Arista. Hú, motyogta Wyatt. És hogyan fogunk átkelni rajta? Tulakolta Gaunt. Mind Mironra néztek. Ja, igen, bocsánat, Edmund Hall tudajt ácsolt olyasmikből, amiket a parton talált. Azt állította sokféle uszadékelbert a fövenyen. A deszkákat a saját kötelében erősítette meg, és egy régi láda oldalából kormányt ácsolt. A vitorlája összevarrott zsákokból lett, míg árbóca egy hosszú uszadékfából. Mennyi idejébe került? Kérdezte Gaunt. 3 hetébe. Marra! Kiáltott fel a népvezér. Árik mogorva pillantást lőtt felé. Mi 10 vagyunk, velünk jött egy gyakorlattengerész, és jobb felszereléssel rendelkezünk. Fogjunk hozzá alapanyagot keresni. Szétszóródtak, mint valami kagylót és tengeri csillagot kereső gyerekcsapat egy verőfényes nyári napon. Jó adag hulladék szennyezte a partot, régi üvegpalackok, törött ládák, póznák és hálók, amelyek elképesztően jó állapotban őrződtek meg, ahhoz képest, hogy 1000 éve hevertek odalent. Hadrián felvett egy korsót, amelynek az egyik oldalán írás talált. Óvatosan megfordította, és rájött, hogy már a koránál fogva is felbecsületetlen értékű tárgyat tart a kezében. Nem remélhette, hogy el tudja olvasni a feliratot. Minden Persepolis ősi korából származó szöveg régi nyelven íródott. Megnézte a jeleket, és döbbenten tapasztalta, hogy megérti őket. Brig rúfőzdéje, Dagasztán, Kálé. Értetlenül pislogott. Hol van Miron? Nem annyira a kérdés, mint inkább a hangszín vonta magára, Hadrián korsóra irányuló figyelmét. Elden szólt. Az óriás úgy állt a homokon, mint egy hullámtörő szirt, és a fejét kutatóan forgatta körbe-körbe. Sehol sem látom. Hadrián végignézett a fövény hosszán. Elden nem tévedett. A szerzetes szőrén szállán eltűnt. Majd én megkeresem, szólt Royce bosszús ábrázattal, aztán elkocogott. Elden, hívta Wyatt a védencét, segíts nekem! A tengerész éppen azzal küzdött, hogy egy viharvert gerendát kiráncson a homokból. Ez jó lesz gerincnek, úgy látom. Árik és Maumin egy valamikori láda oldalának tűnő tárgyat hurcoltak. Van még egy ehhez tartozó másik oldala kövek között, tudatta a király Wyatt-tel. Ez nagyszerű, de egyelőre segítenétek kiásni ezt a gerendát? Gaunt kedvetlenül kóborolt a parton, és köveket rúgdosott, mintha valamelyik alatt egy egész árbóc rejtőzhetne. Magnus feltűnően kerülte a vizet, és a magasabban fekvő partrészeken maradt, olykor hátra pillantva a válla mögött, mint a hullámok csaholó kutyák volnának, és neki meg kellene győződnie arról, hogy jól meg vannak láncolva. Arista futva jött a 4 férfihoz, akik azon dolgoztak, hogy a gerendát kiválják a homokból. Találtam egy nagy vásznat, újságolta izgatottan, és táncikált hozzá egy kicsit. Hadrián észrevette, hogy mesztelen a lába. A kezében tartotta is a sarkánál fogva lóbáltát cipőjét, miközben a köntöse hullámzott. Ahogy ott állt előtte a nő, egészen olyannak tűnt, mint a többi lány, akiket a fogadókból vagy a kisvárosokból ismert. Cseppet sem emlékeztetett hercegnőre. Mi az, nem tetszik az ünnepi táncom? Kérdezte Arista. Tehát ez egy ünnepi tánc? A hercegnő bosszankodva forgatta a szemét. Inkább gyere és segítsd idehozni a vásznat, tökéletes vitorra lesz belőle. Végig szaladt a parton, és Hadrián követte.
Arisztán megállt, aztán lehajolva megrántotta egy homokba elásott vászon sarkát. Ki kell lásnunk, hogy lássuk, de lefogadom, hogy elég nagy lesz. Azt hiszem, észrevette a feléjük tartó Royce-ot és Mironnt. Hát itt vagy, fedte meg Hadrián a szerzetest. Elden aggódott miattad, fiatalember. Láttam egy rákot, szégyenkezett Miron. Nagy ollóik vannak, és oldalvást haladnak. Nagyon gyorsan tudnak iszkolni, mint a jókora pókok lennének. Végig kergettem a parton, de eltűnt egy lyukban, mielőtt jobban megnézhettem volna magamnak. Te láttál már valaha rákot? Igen, Miron, láttam már rákot. Vagy úgy, tehát te is tudod, milyen lenyűgöző teremtmények. Szó szerint magával ragadott. Vagyis hát nem szó szerint, úgy értem, a rák igazából nem ragadott meg, pontosabb lenne azt mondani, hogy elcsalogatott. Royce, nézd, milyen vásznat találtam! Arisztán tolvajnak is megismételte a táncát. Nagyon szép. Nem tűnsz túl elégedettnek, pedig ez lesz a vitorlánk, jelentette be a nő büszkén. Talán versenyeznünk kellene, ki hozza a tutaj legjobb részét. Mohó vigyorral zárta a bejelentését. Megpróbálhatjuk, biccentett Royce, de nem hiszem, hogy nyernél. Nem? Te talán találtál valami jobbat? Miron talált. Még a ráknál is jobbat? Érdeklődött Hadrián. Mondhatni. A tolvaj intett, hogy kövessék. Megkerülték a tengerbe nyúló sziklafal egyik lábát, ami miatt egy darabon bokáig merültek a vízben. A túlpart homokján, körülbelül kilométernyire onnan, egy kisebb méretű, oldalára dőlt egyárbolcos árválkodott. Két fekete zászló lógott a vitorla rudakról, és lomhán csattogott a tengeri fuvallatban. Marra! Kiáltott fel egyszerre Arista és Hadrián. A hajócska fedélzetén egy meglazult deszka megnyikordult Hadrián súlya alatt, és Royce gyilkos pillantással illette a barátját. 20 éve dolgoztak együtt, de a tolvaj szemlátomás még mindig nem értette, hogy a másik nem mozog olyan könnyedén. A gond csak ott volt, hogy Royce viszont tudott. Ráadásul könnyedén csinálta. Hadrián úgy mozgott a fedélzeten, mint egy éjjeli besúranó karikatúrája. Lábujjegyen lépett, két karját széttárta, hogy biztosítsa az egyensúlyát, és úgy imbolygott, mint a kötél táncolna. A társa azonban játszi könnyedséggel osont, mint a csak a város utcáin korzózna. Közléseiket a szokásos munkamódszerekkel, arckifejezésekkel és kézmozdulatokkal adták egymást tudtára. Royce a C-ben már megtanulta a jelbeszédet, de azzal sohasem törődött, hogy Hadriánnak is megtanítsa a jelek nagy részét. A tolvaj mindent el tudott mondani egyszerű mutatással, ujján való számolással, vagy olyan egyértelmű jelekkel, mint viszintes tenyerén végig ollózó, lépkedő lábakat imitáló ujjai. Néma beszédét ugyanazzal a mimikával hangsúlyozta, amit most is alkalmazott. Forgatta vagy haragosan mereztette a szemét, és szánakozón rázta a fejét. Az ábrázatán mutatkozó bosszankodás ellenére rejtélyes türelemmel viselte Hadrián ügyet lelkedékesét. Az első koronatoronyba tett kirándulásuk alkalmával mindketten szentül hitték, hogy Arkadiusz megbolondult. Miért rakta őket össze? Royce gyűlölte a társát, és az érzés kölcsönösnek bizonyult. Mint nemrégiben kifejtette, puszta rossz indulatból maradtak együtt, közös utálatuk késztette őket rá. A tolvaj látni akarta, hogy a társa feladja, vagy elpatkol, Hadrián pedig nem volt hajlandó megadni neki ezt az örömet. Persze végül az történt, amire egyikük sem számított, együtt maradtak. Royce felfelé fordította a tenyerét, és a másik megtorpant, megdermett, mint a valami gyermekjátékot játszanának. Figyelte, ahogy apró testű társa félrefordítja a fejét, akár egy fülét hegyező kutya. Végül Royce megrázta a fejét, és intett neki, hogy mehet. A csapat többi tagját a parton hagyták, annál a biztonságos helynél, ahol a hercegnő a vitorlavásznat találta, mialatt ők átkutatták a hajót. Elhagyatottnak látszott, de a Mir nem akart kockázatot vállalni. Abból, amit a fedélzeten találtak, arra következtettek, hogy elhagyott bárkával van dolguk. A fát erősen megviselte az időjárás, a festék csúnyán lepergett róla, és a rákok úgy szaladgáltak a deszkán, mint ha már jó ideje ott élnének. Az orra kiszegezett tábla alapján a hajót hírnöknek nevezték.
Egy valamit azonban még meg kellett néznie tüzetesebben. A hajócska a smaragd viharhoz képest kicsinnek látszott, éppen akkorának, hogy egy apró kabin elférjen a fedélzet alatt. Ezt kellett még átvizsgálniuk. Az ajtó csukva volt, és Royce úgy araszolt oda hozzá, mintha egy marni készülő viperával volna dolga. Amikor odaért, visszatekintett a barátjára, aki erre kivonta a kardjait. A tolvaj óvatosan elfordította a csappantyút. A rozsdás fém darab beragadt, és erőszakkal kellett megmozdítani. Végül az ajtó nyikorogva, nagy lendülettel bevágódott, és nekikoppant a belső falnak. Hadrián a biztonság kedvéért előrevetette magát. Üres kabinra számított, de meglepetésére az ajtón betóduló halovány fénysugár egy férfi alakra esett. A férfi a pritchen feküdt a kis kabinban, arca már elrothadt, szeme és ajkai hiányoztak, és a hús nagy részét valami lerágta, talán a rákok. A zsoldos úgy vélte, nem túl régen hallatott meg, egy vagy fél évnél bizonyosan nem régebben. Tengerész gúnyát viselt, a nyakában pedig fehér nyakkendőt. Istenem, ez nem? Suttogta Hadrián. Royce bólintott. Bernie. A csodálkozó harcos visszaemlékezett Bernie-re, a smaragd vihar nyurga árbócőrére. A Royce keze által elveszejtett Staullal, a történész Anton Bulárdal és Levi doktorral együtt mind Trenik strázsának dolgoztak. A pátriárka harmadik és egyben utolsó csapatában ügyködtek, amelyet a kürt felelésére küldött. Hadrián utoljára a négy szélpalotájának tömlöcében látta őket. Ez itt az ágyon és a padlón vérnek néz ki, jegyezte meg Royce. Ha te mondod, már én csak egy sötét foltot látok. Mi van a hasa körül? Lepedő. Az is vérfoltos. Úgy néz ki, egy szúrt sebbe halt bele, de lassan bérzett el. Royce kilépett a kabinból, körülnézett a hajón, aztán lehajolt, hogy megvizsgálja a hajópadlót és a kötélzetet. Mit keresel? Vért, felelte a tolvaj. A fa tele van vérrel. Foltok a fedélzeten, véres kéznyomok a kötélzeten és a kormánykeréken. Szerintem sebesültem, bontott vitorlát. Tehát a fedélzeten támadtak rá. Talán, de én kétlem. Mintha először túlélte volna a hassebét, amiből az következik, hogy az ellenfele súlyosabban megsebesülhetett, csak hát hol van a holttest? Lehet, hogy a tengerbe dobta. Lehet, de nyomát kellene látnunk valami küzdelemnek, és vérnek, rengeteg vérnek. Én csak cseppeket látok. Nem, szerintem megsebesült, aztán beállította a vitorlákat és útra kelt. Royce a kormányhoz szaladt, aztán a falba. Igen, kikötötte a kormánylapátot. Beállította a hajót, kipeckelte a lapátot, aztán elgyengülve lefeküdt a kabinban, és ott lassan elvérzett. Kikéselhette meg. A gázál? Mondta meg a vállát Royce. Hadrián a fejét rázta. Mióta is lehet itt? 3-4 hónapja. Láttad lent az alagútban azt a karperecet? Nemrégiben gáz eljárt arra felé. Biztosan látták a hajót, de nem nyúltak hozzá. Ha ők ölték volna meg, biztosan elviszik a hírnököt is. Ráadásul, ha visszaemlékszel, Tranik egyességet kötött a gázellel. Valami kalauzról és biztonságos átkelésről beszélt. Tehát Merrick vagy a pátriárka megegyezett a koblinokkal, akik beengedték őket ide? Úgy néz ki. Hadrián odaintett a többieknek, és leeresztett egy kötélhágcsót a hajó oldalán. Remélem, minden rendben a hajóval, kérdezte Árik, aki eközben feljött. Biztonságos, nyugtatta meg Hadrián, de hajózási kérdésekben kénytelen vagyok a szakértőnkre hagyatkozni. Wyatt kiállt a fedélzet közepére, és nagyot toppantott a fán. Aztán megragadott egy kötelet, és felmászott az árboc kosárhoz, leellenőrizte a kötélzetet és a vitorlát. Végül lement a fedélzet alá, amikor visszajött, megszólalt. Egy kissé üdött kapott és elhanyagolt, de olyan jó tenkin bárka, mint bármelyik másik. Tenkin? Lepődött meg Mauvin. Wyatt bólintott. És az ott a kabinban Bernie, igaz? Elég bizonyosnak tűnik, válaszolt a zsoldos. Akkor ez azt jelenti, hogy nem csupán valami föld alatti sóston ringatózunk. Hogy érted? Ez a hajó a négy szélpalotájából vitorlázott idáig. A víz a Goblin tengerre nyílik, valami barlang öböl, amit a gázel már régen felfedezett, és amin egészen Alburnig hajózhatnak. Tehát így jutottak be, és így tudtak felderítőket küldeni a borostyánfalvi dűlőre.
szögezte le Hadrián. Szépen hangzik mindez, szólt közbe Árik, de hogyan fogjuk vízre tenni a hajót? Nem fogjuk, felelte Vajet. Magától fog vízre menni körülbelül 6 órán belül. He! Ez a hajó egyszerűen vízre ugrik 6 óra múlva, kérdezte Mauvin is idetlenkedve. A dagályról beszél, magyarázta Arista. Most apály van, vagy ahhoz közel jár az idő. Úgy számítom, a dagály szintje a szétfokhoz közel lesz. Ez a partszakasz teljesen eltűnik a víz alatt. Persze attól még lehet, hogy a hajó fenék leér. Kibontjuk a vitorlát, és reménykedünk benne, hogy a szél kirepít a tengerre. Ha nem, kénytelenek leszünk vízre húzni. Vízre húzni? Mereztette a szemét Mauvin, és a hercegnőre pislantott, aki most csak megrántotta a vállát. Fogjuk a horgonyt, csónakra tesszük, kievezünk vele, ledobjuk, aztán a csörtlővel közelebb húzzuk a hajót. Nem valami nagy móka. Olykor a horgony nem kapaszkodik bele a fenékbe, máskor meg túl erősen kapaszkodik. Akárhogy is, a csörlőzés nem jó szórakozás, csak annyit mondhatok, hogy hála Maribornak, Elden is velünk van. Persze egy ekkora hajónak nincsen csónakja, úgyhogy készítenünk kell valamit, amivel kivisszük a tengerre. Mivel van még 6 üres óránk, neki is láthatunk. Royce-ra, Hadrianra és Eldenre lesz szükségem, hogy rendbe szedjük a hajót, így felséged akár foghatja is a többieket, és neki láthat tudajt építeni. Meg lesz, kapitány, tisztelget neki Árik. Attól tartok, Burnitől is meg kell szabadulnunk. Bár csábít a gondolat, hogy egyszerűen a vízbe dobjuk, valószínűleg jobb volna eltemetni. Rám ne nézzetek, védekezett Gaunt, még csak nem is ismertem a fickót. Majd én elintézem, jelentkezett Miron. Valaki segítene kihúzni a partra? Jó, akkor mindent elrendeztünk, bólintott Vajet. 6 órán belül indulunk, remélhetőleg.